A Bácsiskó megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztályának nyomozói eljárást folytattak egy szír férfi és határsa ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés büntet miatt, valamint egyikük édesanyjával szemben, aki mint bűnsegéd vett részt a bűncselekményeknél. A gyanú szerint a külföldi férfi szervezésével a bűnbanda 2020. októberében és novemberében legalább 10 alkalommal nyújtott segítséget illegális migránsoknak a Nyugat-Európába jutásban. A határsértők szállításához több autót béreltek, amelyek segítségével megközelítőleg 70 migránst vittek a magyar-osztrák határhoz. Őket rendszerint Baja és Szeged környékén vették fel, majd a határ közelében tették ki. A fuvar nem volt ingyen, fejenként 250-500 euró közötti összeget fizettek ért az utasok. A gyanú szerint a szír férfi a szállítások szervezésén és a pénz leosztásán túl egyéb feladatokat is ellátott. Úgynevezett előfutárként haladt járművével a csempészek előtt, és tájékoztatta a sofőröket a rendőrségi ellenőrzések helyéről. Az illegális migránsokat 4 20 év körüli és egy 17 éves fiatalkorú fuvarozta. A nyomozók látóterébe került két nő is. Az egyik a szír férfi 25 éves barátnője, aki számos alkalommal jelen volt a szállításoknál, a pénzleosztásánál, és intézte a felek közötti kommunikációt, tehát tudott a bűncselekményről, és segítette is azt. A másik nő gyanúsított az egyik sofőr édesanyja, aki gépkocsi bérlését intézte fiának, hogy azokkal vihessék a határsértőket. A rendőrség a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján sorra derítették fel a bűnszervezet lehetséges tagjait, majd elfogták őket, és gyanúsítottként hallgatták ki. Házkutatás keretében járműveket, telefonokat és készpénzt foglaltak le. A külföldi és három társa jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt áll, a másik négy személy szabadlábon védekezhet. A Bácskiskó megyei rendőr főkapitányság nyomozói befejezték az ügy vizsgálatát, és az iratokat vádemelést javaslatával küldték meg az illetékes ügyészség részére.